Köszöntöm a szubjektív nézőit. Szabadka Városnapot ünnepel szeptember 1-én. Az árusok és a különböző fesztiválok vették át a főtéren a főszerepet. Néhány nap múlva azonban a dolgozó emberek fogják újra birtokukba venni a várost. Ebből az alkalomból a stúdió vendége Horváth Téma, a Szabadka alpolgármestere. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszöntöm a Panon Televízió nézőit, és egyben köszönöm a lehetőséget, hogy itt ma lehetek önökkel. 2017 elején, amikor a városvezetés áttekintette, milyen feladatok állnak előttük az elkövetkező egy évben, mik voltak azok a legfontosabb dolgok, amit megfogalmaztak, hogy ezt 2017-ben, ha nem is befejezni, de megindítani mindenképp kell? Természetesen én a legnagyobb beruházásoktól kezdeném felsorolni azokat a feladatokat, célokat, amelyeket nem csak mint városvezetést tűztünk ki magunk elé, hanem úgy, mint a Vajdasági Magyar Szövetség, aki a Szabadkai Önkormányzat és a hatalmi koalíció részét képezi, kitűzte választási programjában feladatként és választási ígéretként a szabadkai polgárok iránt. mindenféleképpen ez az y ágazás, a Népszínház és a Palics turisztikai fejlesztésére vonatkozó feladatok és célkitűzések voltak, és ennek a területén elmondhatom, hogy látszanak már jelentős előrelépések, és azt gondolom, és reménykedek, hogy a szabadkai polgárok is ezen a véleményen vannak, hiszen hogyha megnézzük csak az Y elágazásnak, az útszakaszoknak a befejezését, akkor elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 hónapban 7 kilométeres útszakaszt adtunk át használatban, és ez miért fontos? Fontos azért, mert az, az indultunk, hogy Szabadka központját mentesítsük a nehéz teherforgalomtól, hogy a kamionok kerülő utakon térhetnek a határátkelőtől az autótig ugye összeköttetésben, így gondolom a kelebi határátkelő és a horgosi határátköt összekötni az autóttal, és a békovai úton a leágazás is, ugye, ami megtörtént. Azt gondolom, hogy ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megkönnyíti a szabadkai polgárok minden nap életét és közlekedését. Itt tudjuk, hogy óriási mértékű beruházásokról van szó, hiszen ha csak az utolsó második részt vesszük figyelembe, ami az ombor és a Topolyi utcak összeköttetését jelenti, ez magában két 125 millió dináros értékű beruházás volt, és itt nincs vége a történetnek, hiszen célkitűzéseink az volt, hogy ugye az elkövetkező két-három évben folytatódnak olyan dinamikában a munkálatok, amilyen dinamikában megbeszéltük azt a köztársasági kormány segítségével és a tartományi kormány segítségével is, így a következő évre 2018-ban az y elágozás foly folytatására egy milliárd dinár van előre látva a költségvetésekben, illetve lesz az ígéretek szerint 2019-ben pedig 800 millió dinár, és reméljük, hogy 2019 végére, 2020-ra már teljes mértékben át tudjuk adni használatba az Y-lagazás minden egyes részét. A Mihály Lovics miniszter asszony nyitotta meg tulajdonképpen ezt a szakaszt, amiről, amit ön említett. Akkor ő mondta, hogy a dinamika megváltozott, tehát, hogy még idén azt a szakaszt megkezdik, tehát, hogy talán 19-re kész is lesz ez a kerülő szakasz. Ez optimista gondolkodás, ez egy reális... Nem, reális és tényeken alapozott megfogalmazás volt, hiszen időnap előtt befejeztük, ugye több, több idő lett előrelátva ennek a második résznek a befejezésére, azaz mi határidőn belül át tudtuk adni használatba, ami azt jelenti, hogy azok a munkálatok, amelyek a következő évre voltak előrelátva, már az idén novemberben megkezdődhetnek. Egy másik ugyanilyen projekt, ami évtizedek óta, talán most már mondhatom így, húzódik, az a Népszínház épülete idén több fázisban láttuk, hogy, hogy mégiscsak valamilyen építkezés, valami folyik. Mi történt idén itt? Én visszakalandoznánk egy kicsit 2016. július-augusztus hónapára, amikor ugye az új hatalomvezetés átvette a városvezetést is, és itt egy kis csúszás történt a Népszínház kérdésébe vonatkozóan, hiszen az előtti városvezető, illetve polgármester ugye nem időben reagálta le, és nem zárták le az ötödik fázist, nélkül pedig csúsztak egy kicsit a tartományi pénzeknek az átutalása, és a köztársasági minisztérium, kultúris minisztérium pénzei így sem érkeztek hát meg. Azt azért tudni kell, hogy itt a város nagyon szerint pénzeszközökkel tud hozzájárulni. Így van, mindössze tartományi... 10, 10 a város részéről a finanszírozás, 45 és 45 ban pedig a köztársaság és a tartomány. Tekintettel mi nagyon gyorsan reagáltunk, az ötödik fázist tavaly ugye lezártuk, a hatodik fázis megkezdetét vette. és Ezek megkaptuk. a fázisok elnézést. Mit takarnak? Ugye több fázis van, mégis nézők kedvére. az ötödik a... és hatodik, ez mit, mit takar? Tehát az ötödik és hatodik fázis egyes részeként, ugye ahogy látjuk a Népszínháznak a külső homlokzat a szökőkút, az ötszökőkút felüli befejezését, illetve a korzó részéről való befejezését, a hatodik fázis pedig a Branislav utcáról való befejezését Tehát ez a hátsó látta. A hátsó, részé. része így van a népszínháznak. A hetedik fázisban pedig azok a munkálatok vannak előreálltva, még amelyek a komplet befejezést, a külső homlokzat komplet felújítását, befejezését foglalják magukba, illetve a régi belső résznek a komplet felújítását, és ez is ugye meg fog történni a, a hónap folyamán így kezdetét veheti majd a következő fázis, mint ahogy láttuk, a tartományi kormány egy két nappal ezelőtt döntött arról, hogy 115 millió dinárt különített el a Népszínházra, ugyanígy a köztársasági költségvetésből is ezek a pénzeszközök ö, ö, megtörténtek az elkülönítésük, így 250 millió értékes beruházásról van szó, amely elegendő lesz erre a hetedik fázisra, amely most veszi majd, majd kezdetét. Viszont nagyon fontos a Népszínház kérdésében kiemelni azt a tényt is, hogy megtörtént az az értekezlet az illetékes szervekkel a kormány, és minisztériumokkal, amelyben a dinamikát, a finanszírozást és az operatív lépések meglettek beszélve, és azt gondolom, hogy ez egy nagy biztonságot jelent az elkövetkező időszakban, ami a feladatok elvégzésére vonatkozik. Szabadka, szintén egy hosszú ideje, fennálló problémája palics és a palics köré csoportosuló kérdések. Ezt tudjuk, hogy sokszor elhangzott, hogy nem lehet ezt rövid idő alatt megoldani. Bizonyos előfeltételeknek kell, hogy megfeleljenek, bizonyos előfeltételeket kell megteremteni. Ezzel kapcsolatban milyen fejlesztéseket végzett el a város? Nagyon sok nem csak palisi, hanem szabadkai lakos számára is ugye egy szívfájó pontja az a polgároknak, amikor kisétáltak palishoz az elmúlt években is nem tudtak látni egy előrehaladást, egy fejlesztést. Ennek hát az gazdaság és a, a, szociális helyzet is ugye és az önkormányzatokra vonatkozó tekintetben is el tudjuk mondani, hogy itt tehetetlenek voltunk, hiszen tudjuk, hogy köztársaság és tartományi támogatás nélkül ezeket a pénzeszközöket nem igazán tudja egy önkormányzati költséget is biztosítani és a Vajdasági Magyar Szövetség egyik célkitűzése volt a palicsi turizmus fejlesztése, a palicsi tó régi fényének a, a tündöklése és a visszadása, és itt engedje meg, hogy elmondjam, hogy azért fontos, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség minden szinten a politizálás és a hatalmi ö, többség része, hiszen ez a konnekció, ami megvan a köztársaság a tartományon keresztül az önkormányzatig, ez lehetővé tette, hogy az elmúlt egy évben palicson több mint 130 millió dináros fejlesztési beruházásokat ö, tudtunk megvalósítani. Miről beszélünk? Milyen típusú? Igen, hát aki, aki, palicson járt, én remélem, hogy azok szemmel láthatóak és feltűnőek a lakosok számára, mondjuk a termálfürdőnek a felújítása, elmondhatnám a nyári színpadnak a teljes felújítását, itt a Nemzetközi Palicsi Filmfesztiválon ez nagyon érezhető volt, és a külföldi vendégek is megjegyezték, hogy tényleg látszanak előrelépések és előrehaladások a fejlesztések terén. Azt mondanám, hogy a palicsi tó melletti sétánynak a felújítása, a palicsi nagy terasz felújítása. Hát ezek tulajdonképpen a a turisták fogadásához, és tulajdonképpen azoknak az embereknek a kényelmét szolgálják, akik mint célt palicsot választanák. Így van, azt gondolom, hogy nagyon fontos nem csak a turisták számára, de a, a mi számunkra is, amikor Palicson elmegyünk egy rendezvényre, egy konferenciára, ami a nagy belül a Palicsi nagy van megrendezve, és ugye a klimatizációs rendszer eddig nem volt megoldva, most pedig egy elég emberi körülmények között tudunk akár konferenciát is szervezni, és azt gondolom, hogy a Hegedűs József utca utcán végig sétálunk, akkor az új felújított gyalogutat is nagymértékben jobban tudjuk használni, és szebb területet is, és bizt biztosít A sportpályákat említeném meg, amelybe szintén óriási pénzeszközöket fektettünk be, hiszen a, a fiatalok, tehát a természetben, a mellett, a zöld téren e, tudják a sport és az egészséges életet kombinálni, és így, így e, egyben szórakozni is. Ami nagyon fontos, hogy ezek az infrastruktúrális fejlesztések folytatódjanak, hiszen az egyik alap mércéje és alapfeltétele az elkövetkező időszakban komoly befektetőknek a ugye úgy mondjam ide csábítására is, amely nagy mértékben természetesen attól függ, hogy, hogy mi is hogyan tudunk továbbfejleszteni, és milyen komolyan veszük palicsot feladatól, és én azt gondolom, hogy a palics vonatkozásában az önkormányzat és a, a Vajdasági Magyar Szövetség is bizonyított, hiszen komoly projektumok és komoly pénzeszközök érkeztek, és az elkövetkező időszakban is ezen fogunk dolgozni. Szabadkaiak általában hírportálokon, közösségi médián mindig arra panaszkodnak, hogy kevés az út, rosszak az utak, kibetanazatlanok az utcák. Hát ugye a városnak bizonyos területei teljesen el vannak látva úthálózattal, míg mások gyengébben. Ebben az évben mi történt, és mit terveznek még az építési periódus végéig, hány utcát tudnának, vagy hogyha mondana néhány példát, amit idén valósítottak meg. Hát igen, a, a lakosok, tehát szabad közterületét, ha, ha figyelembe vesszük, akkor át, tudjuk mondani, hogy bármelyik városrészen és beruházást történik, illetve utat építünk, a másik városrész lakói elégedetlenek lesznek. Azt Igen, is, mikor fogják az övékét? Így van, és azt is el kell mondani, hogy több évtizedes hanyatlásnak visszamenően, tehát ezt egy-két év alatt nem nem tudja egy önkormányzati költségvetés ugye pótolni. Ezért, ami az önkormányzat hatáskörében van, az az, hogy több mint 150-200 millió dinárokat különítettünk el az útszakaszok felújítására, viszont a helyi közösségek leadott prioritásai szerint történnek ezek az útburkolatoknak a felújítása. Ami, ami egyértelmű, hogy nem tudunk előrelátni olyan történéseket sem, amelyeket a helyzethoz magával. Én mikor ezt mondom, akkor a Tolmin utcára gondolok, a Békovai úti elágozás lekötéséhez ugye a Tolmin utca forgalma megnövekedett, ami azt jelenti, hogy az a, az utca egy olyan állapotban volt, ami egyszerűen járhatatlan volt akár a járművek, gyalogosok, kerékpárosok számára, nem volt előre átva költségvetésben erre pénzeszköz, mert az egyik helyzet nyitotta a másik helyzetet, az önkormányzat 30 millió dinárt kellett, hogy elkülönítsen a Tolmin utca felújítására, amely hosszabb, mint két kilométeres útszakasz. Különben a Frányoklúz utcát is felújítottuk, úgyhogy itt több kültelepülésen is egy új cement metódussal lettek úrbulkolatok elkészítve. Én azt gondolom, hogy a, az investíciós titkárságon belül a helyi közösségek leadott prioritásai szerint a közbeszerzések folyamatosan nyílnak meg. A Zorkai helyi közösség területén tudom, hogy a 10. Nova utcát is ugye fel tudtuk újítani ilyen technológiával, vagy rendes aszfaltal, és itt még sorolhatnám, de én tudom, hogy sosem elég, amit, amit, el kellene, hogy mondjak, és hogy a, a közvélemény is tudjon szabadka, önkormányzatának a költségvetésének 80%-a, tehát magának az önkormányzat fenntartásának, a kulturális intézményeink, a közvállalatink fenntartásának a, a, szolgálatában áll, úgyhogy kevesebb pénzeszköz volt rendelkezésünkre, illetve vált rendelkezésünkre az idén, mint tavaly, és azt is figyelembe kell venni, hogy viszont amit, amit a politika meg tudott akadályozni, és ami ráhatással tudott lenni, az, hogy a közvállalatok által nyújtott szolgáltatások nem, árai nem növekednek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hát igen, szabad, a szabad, polgárok, polgárok számára. számára Tehát mindig ugye, ha valahova befektetünk, akkor valahonnan el kell venni. Sajnos én azt gondolom, hogy ez a mérlegezés most elég jó ment itt az elmúlt időszakokban, és azon leszünk, hogy a következő időszakban is még többet tudjunk aszfaltozni. Szerbia-Európai Uniós útján olyan pályázatokra is tud a város is jelentkezni, ami testvérvárosi vagy, vagy határmenti városokkal együttműködve olyan projekteket valósít meg, ami a közjót szolgálja. ebben a tekintetben hogy áll? Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban sikerült teljesíteni nem csak azt, amit elképzeltünk, hanem azon túl is, hiszen a palicsiak régi álma volt a palicsi kultúrháznak a megépítése. A Vajdasági Magyar Szövetség programjának is egy részét képezte egy helyi közösségi választásokon. Én örömmel tudom mondani azt, hogy az IPA határon átnyúló projektummal közösen Magyarországgal Morahalma van pályázva, megkaptuk azokat a pénzösszegeket, illetve sikeresen pályáztunk és aláírt szerződésünk van, hogy a palicson az iskola mellett képüljön a kultúrház, egy 900 négyzetméteres kultúrház, amely a magyar otthonnak fog helyet adni, a Palicsi Magyar is Egyesületnek, az Asztony kórusnak, a, a gyermekkórusnak, különböző fesztiváloknak fog otthon nyújtani. Ennek a, az összértéke 1 millió 150 ezer euró. Ebből Szabadka város önkormányzata kellett, hogy az önrész biztosítsa, amely 170 ezer euró volt, és az előkészületi munkálatok az idén folyamatban van, nok uh... jövőre fog tavasz folyamán megkezdődni az építkezési munkálatok, és valahol jövő év folyamán az évvége felé a komplet belső résznek a felszerelése, a hangosítás, a világosítás, az öltözők, a pódium, mintegy 250 befogadó résszel fog rendelkezni az előcsarnok, ahol a próbákat tudják megtartani, és ahol magyarországi vendégeket is vannak, és ez nem csak a palicsiak, a szabadkaiak és a kulturális életvéget fontos, hanem az véget is, hogy palics turisztikai, turisztikai kínálatát is ezáltal tudjuk fejleszteni. Ami a másik nagyon fontos, hogy Szabadka önkormányzatot több projektummal pályázott kerékpárutak képítésére, hiszen vannak útszakaszok, ahol pár kilométernyi kerékpárút hiányzik ahhoz, hogy a lakosok kerékpárral el tudjanak jutni a határátkelőig. Pályázatok folyamatban vannak, át vannak adva, elbírálás alatt van jelenleg a folyamat, úgyhogy ha, ha minden sikerül és az elvárásainknak megfelel, akkor elmondhatom azt, hogy Kelebián az az Edvard Kádei utcától a Kelebi határátkelőig, illetve Királyhalmon keresztül az Ásotthalmi határátkelőig, valamint pedig a gazdasági minisztériumnál is pályáztunk egy kerékpár útnyi részre, az pedig a Palicsi Hemosz vállalattól egész a, a hajdújárási fel, felülgyáróig. Ez annyit jelent, hogy több mint 10 kilométeres kerékpár utat tudnánk építeni. Reményeink szerint ez így is lesz. Talán akkor nem sokára palicsról, múra-halomra el tudunk kerékpározni. Röviden még rá szeretnék kérdezni az egészségügyre, mivel tudjuk, nagyon sok panasz érkezik arra, hogy a szabadkai közkórházban a, az általános állapot egyre-egyre lejjebb, ha fejezhetem ki magam, így egyre rosszabb állapotban van. A város valamit ezzel kapcsolatban tud, vagy tudott segíteni? Amikor az önkormányzati vezetőség a tartományi kormány tárgyalt, az egyik fő célkitűzése az volt, hogy a szabadkai közkórház helyzetének a javítása, illetve a tüdőosztály helyzetének a megoldása, valamint az angioterem használatba adása. nem tudom mondani, hogy az elmúlt egy évben 100 millió dináros befektetések fognak megtörténni a szabadkai kórházban, tehát ennek egy része már megvalósult, a tüdőosztályt ugye felújítottuk, különböző egészségügyi felszerelések lettek beszerezve, az angioterem pedig nap, nap kérdés, hogy mikor lesz átadva használatba, hiszen ez nem csak magának a teremnek a felszerelését foglalja magában, hanem az orvosok szakképesítését is azokra berendezésekre, felszerelésekre, amelyeket majd használni fognak. Én azt gondolom, hogy a polgárok láthatják, hogy mennyire javult a szabadkai közkórházban, bár ami az infrastruktúrát és az épület életi a helyzet, és ami a legnagyobb előnyt jelenti a szabadkai polgároknak, is, ez akkor kerül napirendre, ugye, amikor sajnos az ember beteg, hogy a szívbetegekkel és a szívrendellenességekkel sajnos küzködő betegeknek most nem kell új újvidékre utaznia, hanem szabadkán is ugyanezeket a vizsgálatokat el fogják tudni végezni, és azt tudjuk, hogy ilyenkor minden perc nagyon fontos az ember számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy a, a kórház az egészségügyi fejlesztés továbbra is egyik prioritása lesz az önkormányzatnak és a Magyar Szövetségnek is. Horváth Timának, Szabadkaváros alpolgármesterének. Köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, önök pedig továbbra is maradjanak a Pannon Televízióval.